erős embereké és a kíváncsi látogatóké volt a főszerep Balkány piac terén. Több versenyszámban is megmutathatták magukat a versenyzők, és azok az amatőrök is, akik csak saját képességeiket kívánták feltérképezni. Én nagyon örülök annak, hogy egyre több ilyen rendezvényt tudok szervezni a feltörekvő fiataloknak. Hát annyit jelent, hogy ugye jó magam, mint ifja Fekete László, ugye az apuja már ugye hát betöltötte a 65. életévét, ő inkább a nagyobb rendezvényeket, ugye ennek a műfajnak a VB, világkupa vagy EB, ahogy említettem, ugye apu ezeket ugye szervezi. Ugye 2 éve én rengeteg üzenetet kaptam ugye a felvidéki, erdélyi, kárpátaljai, ugye magyar, illetve magyar ajkú fiataloktól, megkimondottan ugye hazánk belterületén lévő magyar fiataloktól, hogy jó lenne, hogyha valaki felkorolná őket, ugye szervezze nekik olyan rendezvényeket, ahol meg tudják mutatni, hogy doping nélkül natúron ugye hogyan lehet ilyen nagy dolgokat felemelni. Hát én ezt megtettem, tehát így határon túl, határon belül, mint például a mai nap folyamán, tehát Balkányban tudtam szervezni ezeknek a fiúknak egy olyan rendezvényt, ahol ugye őt gyakorlatban mértek össze az erejüket, tehát itt kőgolyót kellett emelni, traktorgumit forgatni, petrendszerudat tartani, láb között ugye egy fém szerkezetet kellett elvinni, ami ugye 170 kiló volt, akkor ugye egy autót kellett fölemelni keretbe. Én azt gondolom, hogy elég szép számmal ugye kilátogattak a nézők, szurkoltak mindenkinek, de ezt az utat nekem ugye folytatni kell, mert számítanak rám ugye a fiúk, a résztvevő fiatalok, meg ugye az önkormányzatok, a támogatók, mindenki egyetért avval a szemlélettel, amit próbálunk átadni a fiataloknak, hogy hosszú kitartó munkával doping nélkül lehet elérni szép eredményeket. A felvonulás részeként érkeztek a színpadra a város vezetői és a testvérvárosok polgármesterei. A mai napon a város 19. születésnapján bejelentem, hogy 2024. július 9-én biztosan elindulok polgármesternek. Pálosi László polgármester az eseményen jelentette be, hogy folytatná a városvezetői munkát 2024 után is. Arról is beszélt, hogy vannak futóberuházások Balkányban, és elnyert pályázataik is várják a megvalósítást. Egy városnak meg kell adni azt a módját és lehetőséget, hogy egyszer egy évben megünnepelje a születésnapját. Valóban jövőre 20 évesek leszünk. Jövőre még nagyobb lesz, de igyekszünk mindig mindenkinek megfelelő programot biztosítani, kicsiknek, nagyoknak, középkorúaknak, fiatal. Mindenki érezze jó magát, akár balkányi, akár nem balkányi. Az ünnepség további részében városi kitüntetéseket adtak át, és köszöntötték a város legidősebb és legifjabb lakosát, illetve az idén 50 éves házassági évfordulójukat ünneplő házasokat is.